Temesi Tibi Hazok, a Városekó Régió Alapítvány munkatársa, játékos energiakiállítását a Szalma játszóház nyílt itt Pécsett a Király utcában. Mi a célja ennek a kiállításnak, illetve ennek a játszóháznak? A kiállításnak a célja elsősorban az, hogy rámutassunk arra, hogy egy energia éhes világban él a 21. század embere, annyi mindent használunk, ami elektromos árammal működik, és energiára van szüksége. Körülveszünk magunkat mindenféle háztartási gépekkel. Egy csomó olyan, ami már úgy gondoljuk nélkülözhetetlen, de egy csomó olyan is van, ami a túlzott kényelmünket szolgálja ki. Ez mutatja be a kiállítás, illetve ennek a következményeit, tehát a fosszilis energiahordozóknak a használatát, a környezeti károkat, a maguk után hagyott nyomokat, sebeket a földön. A kiállításnak a végső részén látható egy úgynevezett filmecske, ez olyan, mint egy dia szallag. Képeket raktunk ki sorba az emberiség története során, hogy hogyan használtuk az energiát. Reméljük egy happy enddel végződik, érdemes ezt is végigolvasgatni, végig bemészni. A Szalmabála játszóháznak a célja, hogy ölelezik magukat a gyerekek, amíg a szülők megnézik a kiállítást. A játszóház és a játékos kiállítás arra azt a gondolatot kelti fel bennem, hogy itt elsősorban a gyerekeket célozzák meg. Mennyire sikerül környezettudatos gyermekeket nevelni, mennyire sikerül rájuk hatni ebbe az irányba? Hát alapítványunknak mindenképp ez is a feladata, azon túl, hogy rendezvényeket szervezünk, kiállításokat rendezünk be, ezt akár gyerekeknek, akár felnőtteknek. Ahogy mondtam, a kiállítás része, bár próbáltuk úgy megoldani, hogy gyerekek is élvezzék és tanuljanak belőle, tehát játékos része is vannak, de én azt hiszem, hogy mindenképpen a felnőttek számára is hasznos lehet, tehát hasznos információkat láthatnak, olvashatnak, illetve szembesülhetnek olyan jelenségekkel, olyan megdöbbentő képekkel, amikre talán úgy nem nagyon gondolunk a hétköznapi energiahasználat során elhesegetjük ennek a gondolatát. Alapítványunknak feladata ugye az oktatás is, tehát párhuzamosan a programjainkkal a Lépj Oktatási Program keretében órákat tartunk általános iskolásoknak, úgyhogy rajta vagyunk az ügyön. A gyerekek mindenképpen sokkal befogadóbbak, mint a felnőttek, úgyhogy ezt a közönséget ezért is éreztük fel, és muszáj érzékeny utáni. Sikerül megszólítani a pécsieket? Mennyire látogatott a kiállítás, illetve a játszóház? Jönnek, mindenképpen jó helyet szereztünk, ugye a Király utcában. Őszi szünet van, tehát a gyerekek kicsit jobban ráérnek, de kicsit jobban be is guboznak ilyenkor. Eljut a hír azért hozzájuk, meghosszabbítottuk egy héttel. Jövő héten, amikor iskolai időszak lesz, akkor azért bízunk benne, hogy csoportok jobban fognak érkezni. Most így a nagymamák, nagypapák hozzák el az unokákat, de azért jönnek. A játszóháznak nagy vonzereje van mindig. Köszönöm.